Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel gimnáziumban. Gyökeres Sándor igazgatóval beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik egy rendezvény. A mezőgazdasági könyvhónap keretében lesz itt egy konferencia. Mi is ez a konferencia? Jó napot kívánok! A Nemzeti Agrár Szakképzési Szaktanácsadási Vidékfejlesztési Képzési Intézet szervezésében, illetve a mezőgazdasági kiadó szervezésében minden évben egy hónap megrendezésre kerül februárban. A mezőgazdasági szakkönyveknek a megismertetése, illetve agrárszakembereknek a találkozója céljából. És ennek általában van egy központi rendezvénye, amely a Budapesten a Vajdahunyadvárában van, és van egy vidéki rendezvénye, amely most ebben az évben Karcagon kapott helyet. Itt néztük a programot, tehát igen, széles előadások lesznek, viszont azért a szervezők arra is lehetőséget biztosítottak, hogy az iskola is bemutatkozzon. Igen, természetesen a programban kapott helyet. A köszöntő és a szakmai előadások, kulturális programokat követően délután kerül sor egy iskola bemutatásra, ahol megnézzük a iskolának a felszereltséget, eszközeit, és hát azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek a jövőt illetően az iskolában megvalósításra kerülnek. És ennek a keretében tulajdonképpen a környező agrárszakemberek is tudnak egy kicsit beszélgetni egymással. Az iskola azért, itt beszéltünk már arról, hogy több százmilliós pályázat a révén azért nagyon illeszkedik a 21. századi elvárásokhoz, tehát sok új dolog fog megvalósulni a következő hónapokban. Mi történt már ebből, hiszen beszéltünk itt kisebb feldolgozókról, mi minden valósult már meg ebből? A 450 millió forintos beruházásnak egy része épületekre kerül felhasználásra. A kollégiumunk, gazdasági épületünk és a régi tanépületünk felújítása, részleges felújítása történik meg, illetve egy új élelmiszeripari célú, termelési célú és oktatási célú üzemegység épül az iskolában. Ennek tulajdonképpen már az alapjait rakják le, és a gépbeszerzések vannak még ebben a beruházásban, amiben egy része már beszerzésre került, a iskolában megérkeztek ezek a berendezések, forgácsológépek, futóműbeállító, gumiszerelő berendezések, amelyek a mezőgazdasági gépjavítást és annak oktatását szolgálják, illetve egy darab aratócséplőgép kerül beszerzésre, amelynek a szállítási szerződését éppen ma írtuk alá. Akkor ez jó hír, hiszen itt arról beszéltünk az előbb is, hogy illeszkedniük kell az elvárásokhoz, a gazdák elvárásaihoz. Kiket hívtak meg? Itt hiszen láttunk itt pedagógusokat, láttunk környékbeli tanintézmények vezetőit is, tehát gondolom, hogy ez egy igen széles meghívott réteg van ma itt. A meghívások során nyilván a szervezők is segítettek nekünk, tehát a mezőgazdasági kiadó, tehát itt szakírókat, agrárszakembereket, akik a termelésben érintettek, az agrárkamarán keresztül, illetve külön is, és természetesen az oktatáson a Vidékfejlesztési Minisztériumnak az intézményfenntartó hálózatán keresztül is küldtünk ki meghívókat. A oktatásban résztvevő szakemberek is érkeznek majd. Én hasznos tanácskozást kívánok Önöknek, és azt, hogy ez a 450 milliós beruházás, amiről az előbb beszéltünk, minél hamarabb elkészüljön. Köszönöm szépen. Ifjú Huba Imre, az agrártámogatások és az agrárkamarai lehetőségekről fog a gazdáknak beszélni. Mi lesz az előadásának a konkrét témája? A kamara által életre hívott egységes gazdatámogató rendszer, aminek az elemeit fogom bemutatni lépésről lépésre. Az alapoktól kezdenek. A megyénkben hogy áll a agrárkamarai létszáma és országos szinten? Jászlónok-Szolnok megyében mindösszesen 17 ezer tagja van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Ez részben az agrárgazdaság termelői, nagykereskedői és beszállítóipari, valamint feldolgozói rétegéből kerül ki, és mindazokból, akik a vidékfejlesztés szereplői. Ez egy őrült nagy szám volt, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, de hát emlékszem, hogy amikor alakultak, akkor pár száz fős létszámról beszéltünk országos szinten is. Tehát azt hiszem, hogy ez egy siker, hogy sikerült mindenkit beszervezni és belépni mindenkinek, akinek szüksége van erre a támogatásra. Igen, országosan 12 ezer tagból lett 370 ezer, és
ez részben köszönhető annak, hogy kötelező a kamarai tagság mindannak, aki élelmiszergazdasággal kapcsolatos munkát, tevékenységet végez. De azt azért elmondanám, hogy egyúttal azok, akik tagjai lettek a kamarának, egy olyan komoly mind a napi munkájukat, mind pedig a jövőjüket támogató rendszernek a részesei lehettek, amelyik gondoskodik arról, hogy mind a bevallások elkészítése, mind a pályázatírás, mind pedig a különböző adminisztrációs kötelezettségek időbe és minőségbe készüljenek el, valamint a jövőt építgetve olyan pályázati rendszer és olyan gazdatámogató rendszer további építése van folyamatban, és gyakorlatilag már tervezőasztalon, ami a gazdák a legkisebb szintű szerveződésétől a legkomolyabb, tehát a kamarai szintű szerveződéséig fogja a gazdák kezét, és segíti, támogatja őket. Tehát akkor ez mindenképpen olyan kamara lesz, ami nem csak névlegesen működik, hanem tényleg egy tanácsadói és érdekvédelmi szervezet is. Mi az a legfontosabb határidő, vagy esetleg olyan támogatás, amiről ma szólni fog a gazdáknak? Gyakorlatilag küszöbön áll az egységes kérelmek beadása, amit a kamara által az elmúlt hetekben átvett falugazdász hálózat segítségével fogunk majd a gazdák támogatásában igénybe venni, valamint az a tanácsadói kör, akit a 2007 és 2013 között alkalmazott a kamara, az a tanácsadói kör is falugazdászként folytatja tovább a tevékenységét. Így megyénként megnövekedett létszáma, gyakorlatilag háromszorosára duzzadt tanácsadói létszámmal és másfélszeresére duzzadt falugazdász létszámmal fogjuk tudni a gazdák egységes kérelembeadását segíteni, valamint a pályázatírásban is nagyon komoly szerepet vállal a kamara. Az a terv, hogy ebben az évben már kialakul az a rendszer az év második felétől, amikor a kamara 100 millió forint alatti pályázatokat ingyenesen meg fogja írni a tagsága részére. Köszönöm, hogy ez akkor tényleg egy jó hír a gazdáknak. Én azt kívánom, hogy legyen eredményes a mai tanácskozás, és sok-sok olyan információt tudjon átadni, ami fontos a gazdálkodóknak. Köszönöm szépen. A rendezvény dr. Mezőszent Györgyi Dávid, a NAKVI főigazgatója fogja megnyitni. Gondolom, hogy örömmel jött Karcagra. Abszolút mértékben, ugye hál' Istennek nem először járunk Karcagon, és pont egy olyan intézménybe, ami hát ugye egy hosszú előkészítő munka után, ugye ismételten a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a szakmai irányítása és fenntartói jogkör alá tartozik. Ugye abban a koncepcióban teljesen beleillően, amit Fazekas Sándor miniszter úr, én azt gondolom már évekkel ezelőtt elhatározott, hogy az agráriumhoz tartozó összes intézményrendszer azért a tárcához tudjon kerülni legalább szakmai felügyeletbe, és ennek egyik ékes példája is ez a mai rendezvény is, hiszen ugye az intézetünkön keresztül, a Nemzeti Agrárszak Tanácsadási Képzés és Vidékfejlesztési Intézeten keresztül azért integrálódik egy olyan terület, a szakiskolai hálózat, amely nagyon fontos az agrárium jövője szempontjából, hiszen azért az agráriumnak a nagy részét, akik ebbe a szakmába fognak dolgozni, azért a szakközépiskolák bocsátják ki. Természetesen van egyetemi képzés is, de annak a felszívó ereje sokkal kisebb, és ugye ez egy egységes stratégiába fog összeállni nem sokára, valószínűleg még a jövő hónapban elkészül a stratégia első olvasata, ami az agrár szakképzést fogja majd befolyásolni, és ebben azért jelentős szerepe lesz például a karcagi intézménynek is. Akkor ez már előrevetíti azt esetleg, hogy a megyében lévő hasonló intézmények, hiszen itt van Kenderesen, és máshol is vannak, hogy azok is ugyanilyen egységes intézmények lesznek? Így van, hiszen ők is már átkerültek előző év augusztus 1-től a tárcához fenntartói jogkörrel. Ugye minden intézménynek megvan a maga sajátosságát. Ugye nem azt szeretnénk, hogy ezek eltűnjenek, hanem pont azokon a képzési területeken, amelyek egyes intézményen erősek, ott erősíteni kívánjuk azokat a képzéseket, és nem csak úgy, hogy majd a létszámokat meghatározza a minisztérium, hanem úgy is, hogy ehhez a szükséges forrásokat oda tudjuk tenni, és egy gyakorlatorientált képzésé tudjuk tenni. És az, hogy ilyen közel vannak egymáshoz az iskolák, az nem hátrány, hanem pontosan előnyt is jelent, hiszen a gyakorlatok megoldása ezen a területen, illetőleg akár egy jó tanárnak is eljuttatása a diákokhoz, azért sokkal egyszerűbben megoldható, hiszen az áthallgatás vagy az átutazás az gyorsabban megtehető, és ezáltal a rendszer is hatékonyabbá válik, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy az a diák, aki kikerül innen 17-18-19 évesen az iskolából, ő már kész munkaerő legyen az agrárium és a vidékfejlesztés számára, illetőleg ha tovább kíván tanulni, akkor a fogadó egyetemek pedig olyan diákokat kapjanak, akiknek nem alapból kell kezdeni a szakmát oktatni, hanem valóban a felsőfokú képzést tudják nekik majd megadni. Egy szerző díjátadása is része a mai napnak. Milyen díjat fog átadni? Igen, ez egy nagyon, azt gondolom, hogy szám
számunkra is kedves hagyomány, hiszen nem mindig tudjuk a szerzőket ünnepelni. Az intézetünk több mint 300 féle tankönyvet kezel, ami a szakiskolai hálózatba kötelező jelleggel oktatásra kerül, és azok, akik írják, hát nincs azért egyenes arányba sokszor a díjazás, mint amekkora tudás van ebbe, és talán egy ilyen díj elismerés annak a szakembernek vagy szakembereknek, akik ebben a könyvszerzésben részt vesznek, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy a legjobbak írják a könyveket, hiszen ebből tanul a jövő generációja. Idén, hát lehet, hogy nem véletlen egyenesés is, de ugye a borászat előtérbe került azért, ugye a vidékfejlesztési stratégiában is az elmúlt évben azért nagyon jelentős szerepet kapott, ugye a hegyközségek rendszere megújult és így tovább, de nálunk is úgy néz ki, hogy a szakkönyvek is ezen irányba meg tudtak újulni, hiszen egy borászati szakkönyv, egy szomelié képző szakkönyvnek a szerzője, Tataini Baksa Irén fogja kapni idén a díjat, aki Balatonfüreden tanulta ezt a szakmát, és hát most már így országosan a diákok megismerhetik, hogy a szomelié képzés az egy új képzési forma, hiszen egy, azt mondhatjuk, egy évtizedre se tekinthet vissza, hiszen mindenki ugye a házi borát szolgálta föl korábban, és hát az éttermekben se volt ez divat, csak a magas csillagosokban, de most már azt gondolom, hogy a helyi éttermekben is nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy amit isznak, azt értően is tudják inni, és azt gondolom, a bulkultúrának a szolgálata ezáltal azért nagyon sokat tud előre haladni, hiszen a kultúrát borfogyasztás, ennek a akár mennyiségi, akár minőségi növelése is azt gondolom célja az agrártárcának. Akkor neki gratulálunk a szerzőnek ehhez, és önöknek pedig jó szakmai tanácskozást kívánunk, és akkor vissza fogunk majd térni az egységes képzésre. Köszönjük szépen! A legszebb konyhakertek mozgalomról Kovács Szilvia alpolgármester ötletgazda fogja tájékoztatni a jelenlévő szakembereket. Gondolom, hogy már azért érkeznek a jelentkezések. Igen, szép számmal érkeznek. Nagy örömömre szolgál, hogy egyre több nagyon kis település érkezik. 1000 és 2000 fős közötti települések is megmérettették magukat 2014-ben, és természetesen folyamatosan érkeznek a tavaly résztvevő települések is. Nagyon sokan még most hoznak erről a testületi döntést, hiszen ezt ők fontosnak tartják. Nagyon sok civil szervezet, kertbarátkör vállalta fel a helybeli program megvalósítását. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeti kicsit lassabb indulás a végére egy szép számú jelentkezést fog majd produkálni ebben az évben is. És hát reméljük, hogy a közeli megyénkbeli településekről is azért többen fognak jelentkezni, mint a tavalyi évben. Így van, Hajdú-Bihar megye már 5 településre jelentkezett, ugye a tavalyi egyhez képest ez már nagy haladás. Szép számmal vannak Pest megyéből, Dunántúlról is. A Jászok és a Kunok kicsit el vannak maradva, de én úgy gondolom, hogy a végére sikerül behozni ezt a lemaradást. Tudjuk, hogy ők nehezen mozdulnak, ne hegyen szánják el magukat, ezt tiszteletben tartjuk. Én bízom abban, hogy nem nélkülük fog ez az év lezajlani. Többször szóltunk már a programról, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy új eleme is lesz a programnak, tehát a kategóriák maradtak, de egy új eleme is van a programnak. Így van. Már a kategóriákat tekintve is van fejlődés, hiszen 2 új kategóriánk van, ez pedig a zárt kert 3-as vegyes kategória, ahol a zöldségek és gyümölcsök egyszerre vannak jelen a zárt kertben, illetve a közösségi kategória, ez mindkettő közösségi, illetve közönség kívánságra került beemelésre ebben az évben. Illetve egy új vonulatot, új vérkeringést szerettem volna adni a programnak azzal, hogy 2014 a madárbarát kert éve. Én várom, hogy minden kertbarát, kertművelő a kertjében egy madáretetővel, egy madáritatóval és egy madárodúval, hiszen ennyi kell hozzá, tegye madárbaráttá a kertjét, és ezzel becsalogatva a madarakat még könnyebben tudja megvalósítani azt, hogy ökológiai, biológiai védekezéssel és módszerekkel művelje a kertjét. Ezen túlmenően a gyerekeket is szerettem volna még jobban ösztönözni a kertművelésre, illetve megszerettetni velük a konyhakertet, a kertészkedést. Ezért egy országos gyermekrajzpályázatot írtam ki számukra, Én kis kertet kerteltem címmel, és várom a saját kertjükről, vagy pedig a megálmodott kertjükről készült színes rajzokat. És bízom abban, hogyha valakinek nincs is kertje, de most lerajzolja és megálmodja,
akkor ez az álom egyszer majd valóra válhat. Reméljük, hogy így lesz, és reméljük azt is, hogy beszámolhatunk arról, hogy 100-nál több, vagy 200 település is nevezett, és több ezer keltet kell a nehéz helyzetben lévő zsűrinek végigjárnia. Én ehhez önnek jó szervezést, és sok-sok kitartást kívánok. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és az előre vetített szép eredményeket, számokat. Reméljük, hogy tényleg közeli lesz ez a jelentkezések száma, és meghaladjuk a tavalyit, illetve tényleg ezerhez közeli település, illetve kert nevezésekkel fogunk tudni majd büszkélkedni az év végére. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!